Átment a parlamenten a hipermarketeket ellehetetlenítő két kereskedelmi törvény. Áder János aggályaira ráadásul a kormánypárti többség szigorítással válaszolt. Így a 400 négyzetméternél nagyobb plázákra vonatkozó engedélyeket a Hajdú-Bihari megyei bizottság véleményezi majd. Azokat az üzleteket pedig, amelyek nem nyereségesek, két egymást követő évben már 2017-től betilthatják. Az ellenzéki pártok szerint a módosított törvények is csak arra jók, hogy kiszolgálják a fideszes klientúrát. Ami délelőtt nem sikerült a képviselőknek, az délután már pillanatok alatt ment. A második ülésre ugyanis elmentek a kormánypárti politikusok, így a napi rendet is gyorsan megszavazta a ház. Az lenne az ügyrendi javaslatom, hogy az elnök úr rendeljen el szavazást. Schiffer András hiába próbálkozott azzal, hogy legalább délután napirendre kerüljön az útdíj, a levezető elnök ezt elutasította. Frakcióvezető úr, szavazást nem rendelek el. Egy órával ezelőtt kellett volna ezt a javaslatát megtenni. A képviselők a plázastopról és a nyereséghez kötött nyitvatartásról vitáztak újra, miután a Törvényalkotási Bizottság döntött a módosításokról. Az ellenzék mindkét módosítóból az érdemi változást hiányolta. Ez a kapkodás, ez a mai nap is azt mutatja, hogy önöknek mit jelent az, ha a köztársaság elnök önöket arra kéri, hogy fontoljanak meg, tudják, ennek van egy jelentés ennek a szónak, hogy megfontolni egy törvényt, amit ma itt látunk, az minden csak nem megfontolás. Az ellenzéki pártok szerint a Fidesz mindkét törvényt haveri körére szabta, ezen pedig a módosítások sem változtatnak. Olyan embereket akarnak előtérbe hozni, olyanoknak akarnak előnyt biztosítani, akik az önök holdudvarához tartoznak. Amit a Törvényalkotási Bizottság elfogadott, az semmilyen módon nem felel meg annak a kívánalomnak, amit a köztársasági elnök megkívánt. A problémát nem úgy megoldották, hanem tetézték, mert egészen biztosan, hogy ez a törvényjavaslat az Európai Bizottságnál, az Európai Bíróságnál fog landolni. Az ellenzéki felvetésekre El Simon László azt mondta, korrigálták a hibákat. A kormánypárti többség megértette köztársasági elnök úrnak a kérését, beláttuk azt, tisztelt képviselőtársaim, hogy bizonyos technikai részleteiben a törvény finomításra, alakításra, korrekcióra szorul, ezt megtettük. Az államtitkár beszéde alatt nem mindig maradt szorosan a témánál, az ellenzék ilyenkor mindig kinyilvánította nem tetszését. Arról beszélek, amiről képviselőtársaim, ne kiabáljanak be! Az államtitkár ezután még számon is kérte az előtte felszólalókat, amiért eltértek a témától.